Sziasztok, srácok! Limited Podcast 9. epizód. Ami majdnem a 10. Ami majdnem a 10. Számszakilag. Csak azért durva, mert sziasztok! Én már arra készültem ma, és megleptem Mimit egy kiváló kávékeverékkel, hogy kicsit fölturbozzuk magunkat, utalva arra, hogy lehet, hogy ez a mai felvétel sem annyira tervezett, mint amennyire szerettük volna, hogy ezt tervezett. Szerintem elmondhatjuk, hogy mennyire nem tervezett. Hát egy másfél órája írtál SMS-t. Igen, egyébként azon gondolkoztam, ez pont ezen filoztam, hogy erről fogunk-e beszélni, és utána azon filoztam, hogy lehet azért nem kéne róla beszélni, mert hogy ez tökre nem érdekes a hallgatóknak, meg a nézőknek, hogy... Vagy úgy jön le, hogy milyen gagyi, ahogy ezt összerakjuk. Igen, de hogy nem ez van, hanem hogy mind a ketten százfele vagyunk, és igazából az az igazság, hogy tehát egész héten SMS-eztünk már arra, igen, hogy mikor. Figyelj, ezt mondjuk el. Jó. Általában az Unlimited podcastokat hét közben igyekszem rögzíteni. Tanítok közben az egyetemen is, délután esténként streamelek, és akkor általában szombaton, vagy vasárnap, vagy ha úgy jön ki, akkor pénteken tudunk mi ketten leülni. Igen. És ez mindig a hét elején elkezdünk SMS-ezni, hogy ez hogy fog kialakulni, vagy hogy reális. És SMS-eztünk, és többször megírtad, hogy jó lehet a hétvége, csak még nem tudod, hogy mikor, mert képlékeny. És hát most nyomtál egy ilyen last minute SMS-t, hogy hát amúgy tudok jönni. Igen, mert lemondtak egy találkozót, ennyi. Szóval tudom, hogy ez valószínűleg baromira nem érdekes nektek. Nekünk azért fontos, mert szeretnénk minőségi tartalmat nyilván, tehát gondolom, hogy azért az úgy lejött, hogy azért ülünk itt össze, mert egyébként dumálni mi tudunk bárhol, tehát hogy mi a felvétel után piacra készül, egy irányba fogunk menni, tehát mi közben is beszélgetünk, valószínűleg nem egymás mellett mögött vagy előtt fogunk sétálni, tehát ez a része adott, csak próbálunk olyanról beszélni, ami a ti gondolataitokat is elindíthatja valamilyen irányba, vagy mondunk akkor a jót vagy hülyeséget, amire tudtok reagálni. És ezért van az, hogy érezzétek azt, hogy nekünk tökre fontos lenne, hogy tudjunk erre készülni, tehát nyilvánvalóan ez nem egyszerű, ez kiemelt. Igen, úgyhogy a mai adás igazából a gyerekkorunk televíziós emlékei második epizód lesz, mert ugye egyrészt ezt megígértük, másrészt, ahogy Krisztián mondta, erre talán nem kell annyira rákészüljünk, hogy tudjunk róla beszélni, sőt, nagyon sok segítség érkezett tőletek komment formájában, amit nagyon-nagyon köszönünk. Nem gondoltam volna, hogy ez lesz az a videó, ami a kb. Legtöbb ilyen kommentet generálja majd. Hát sőt, én paráztam tőle, hogy azért eléggé időben elindultunk így effektív a 80-as évektől. Sok olyan tartalommal, ami ráadásul oké, hogy a 80-as években lehetett a tévében nézni, vagy nem tudom, utána VHS korszakban már videón, de sok olyan, ami már azért 70-es években gyártották. Szóval nekem tökre meglepett, hogy így ennyire érdekelt titeket, és ami, hogy mennyi mindent írtatok. De még egy fél mondat az, hogy bocs, ez nem emiatt, hogy nem készültünk emiatt, ez a felvétel nem lett élő. Tehát, hogy... Ja igen, az igen. Élőt megígértük, de az élőnek pont az lesz majd a lényege, hogy bejelentjük előre. Az most előre, ez mit jelent? Hát remélhetőleg egy 2-3 nappal igen, előre. Vagy legalább pár órával. Vagy igen, bejelentjük az élőt, és annak pont az lesz a szépsége, hogy tudtok élőben igen, csatlakozni. Ez lenne a lényege. Igen, ha, igen. Ha van kedvetek. Azt még nem tudom, hogy ez hol lenne élő. Hogy a YouTube-on, vagy a Twitch-en. Mert... Hát írjátok meg egyébként, hogy hol néznétek többen. Tehát nyilván most ez a videó a YouTube-ra megy ki igen. Először, hogy itt ezen a platformon, vagy a követitek-e az Imit Twitch-en is, vagy mit tudom. Én mondom, hogy mi a helyzet. Mi volt? Az már nincsen, ott már nem tudjátok követni. Facebook Live van még. Na, mondom, arra kíváncsi lennék egyébként. Mondom, mi a helyzet, csak hogy érezzék a nézők, hogy milyen verseny van itt a tartalomgyártókért a különböző platformokon. Ha te Twitch partner vagy, akkor nem streamelhetsz ne. YouTube-ra, legalábbis ugyanazt gaming tartalmat szerintem nem. Ja, hogy egyáltalán gaming tartalmat. Igen, most az a kérdés, ugye én Twitch partner vagyok, és csak Twitch-en szoktam live-olni, hogy mint műsorvezető, beszélgetős műsor, az mennyire fedi a Twitch partnerségemet. Úgy biztos vagyok benne, egész biztos vagyok benne, hogy ezt a kérdést, ha fölteszed a Twitch ügyfélszak... Akkor azt mondják, hogy nem streamelhetek. Nem, egy percen belül válaszolni. Nem, fognak. Nem, azt mondanák, hogy nem lehet semmi. Komolyan, persze komolyan. Szerintem hát védenék magukat. Vagy nem tudom, de közben meg a Game Pass Fesztiválon, ami hát ugye gaming a témájú munkát, volt, de hogy ott meg én egy másik igen, csatornán voltam, igen. Viszont műsorvezetőként. Igen, igen. Tehát, hogy mindegy. Az a lényeg, hogy írjátok meg egyébként, hogy melyik platformot követitek többen, és azt tuti,
hogy nézzétek az Unlimited Facebook oldalt, mert ott is ki fogom írni, hogy mikor lesz live, illetve az Instagramomon szoktam minden nagyon fontos információt közölni. Na, ennyit a szolgálati közlemény oldalról. Yes, és figyelj, akkor legyenek a gyerekkorunk tévés. Hát gyerekkorunk, vagy, illetve azért ez már előteljesen talán inkább ifjúságunk, mert valahol a, nem tudom, a Csepülapu Gongyola és a Iza úra műtétjére való gyűjtésnél hagytuk abba a beszélgetést. Tehát én úgy érzem, hogy ugye a 90-es évek közepe, vége, 2000-es évek eleje, jön, most azért tudom, hogy elég nagyot markoltam, de hogy körülbelül valahol onnan indulunk, tartalmilag, tehát hogy még a Nickelodeon talán ekkor teszi be a lábát Magyarországra, úgy nagyjából. Figyelj, akkor... nekem az emlékem az, hogy ugye falun nem volt kábel tévé, amikor jött a nagy tányéros parabola. Igen, hát az volt a csoda. Igen, és ugye ott német tévé ment. Cartoon Network. Ja, várjál, nem is Nickelodeon, hülye vagyok, Cartoon Network. Cartoon Network igen, volt, igen, csak angolul. Akartam. Persze, igen. Konkrétan beleégett az agyamba, hogy minden nap reggel 6-tól este 10-ig volt Cartoon Network. Azért, mert akkor kezdtem el nézni, reggel 6-kor és este 10-kor fejeztem be, és én ott tanultam meg angolul egész konkrétan. És este 10-től a TCM nevű valamilyen ilyen klasszikus Amsi Western filmek, így meg ilyenek mentek. Ezt abszolút alá tudom élni. Tehát, hogy alig bírtam fölkelni hétköznaponként, ilyen 7-4-8 kellett menni átsuliba, szombat-vasárnap, én 6-kor ott ültem a tévé előtt. És utána volt a Csoda 3-as, a ProSieben Zatáinc RTL, mert ott is mentek reggel 6-tól rohadt jó mesék, és meg, azokat néztem. Meg állati jó reklámok, tehát nekem valamiért a német csatornák reklámjai égtek bele az agyamba, tehát ne kérdezd miért, az ottani csoki reklám, baby papi reklám, üdítő reklám, az összes basszus itt van nem tudom miért, valószínűleg a német nyelvnek köszönhető, utána sokkal később, évekkel később tanultam németül, és előtte valahogy a német nyelv az számomra az valami olyan volt, mint a van ez a feloldós por, amiből cukrot, ilyen cukor, meg ilyen ízesített cukor, de igen, üdítőt kell belőle csinálni, és tudom, akkor sokan ezt ették ugye magába. Igen. Na hát kb. Nekem ilyen volt így gyerekfülnek a német nyelv. Tehát, hogy egyszerűen annyira erős inger volt számomra maga a nyelv, hogy erre akkor még nem tudtam, hogy ez Kleist és Goethe nyelve, hanem így a reklámok nyelve volt, és nem tudom, és én igen, fura módon én ott leginkább erre emlékszem. Meg hát aztán később, hogy ott ment felnőtt tartalom. Éjszaka. Figyelj, rögtön mondok egy kommentet, mert hogyha már gyerekkorokról és mesékről beszélünk, akkor Mr. Bakter írta azt, hogy a fiam 8 éves, és próbálok neki régi meséket mutatni. Néha magam is meglepődöm, mit jönnek be neki. A Jetson család nagy kedvencem volt, közepes érdeklődéssel fogadta, viszont a nagy ho-ho-ho horgászt nagyon szerette, pedig az szerintem 8 éveseknek már kicsit gyermeteg. Nem tudom. És akkor várja, volt nagy ho-ho-ho horgász, vízipók, csodapók, frak. Hát ugye mondtuk az összes mézgát gyakorlatilag. Igen, tehát mézgás komment van majd. Van mézgás, és igen, és tök jót írt, aki írta. Hát mondjatok még párat most így hirtelen nekem, úgy nagyjából ugye hát volt a pompom meséi, ugye a pompomnak különböző leágazásai voltak, szóval nagyon erős, nagyon jó karakterépítés volt már a pompomban, én azt gondolom, ugye nem csak a kis csaj meg a pompom maga, hanem ott a festék tüsszentő Habci Benőtől kezdve a Gombóc Artúr, ugye a mindenféle fajta csokoládék iránti elkötelezettségével. Tehát ugye állati jó karakterek voltak benne. Aztán ugye voltak a gyurma mesék, mert hát ez a egész a Pannonia, tehát ugye a hazai animációfilmes és bábfilmes ipar az borzasztóan erős volt. Most azt tudom, hogy oxymoron, hogy borzasztóan. És ugye ott volt a bábfilmesnél, ugye ott van a süsű, ami egyszerűen szuper zseniális. Ezt egy magyar tévés kollega mesélte, hogy ugye ott van a székházban kiállítva maga az eredeti báb, a süsű, és ugye, hát most nem tudom, nem... idén halt, vagy tavaly halt meg a Csukás, most ezt is sajnos nem tudom, nem emlékszem, vagy tavaly, vagy idén halt meg, ő zseniális figura volt, mint a műveiből is ismerhetitek. Idén februárban, igen. Februárban, tehát idén februárban, meg úgy egyébként is a fickó is zseniális volt, és egy picit sztoriztunk, mert egyszer én is forgattam vele, még nagyon, tehát nagyon fiatal voltam, és csináltunk egy magazint, és ő beszélt benne, és kimentünk hozzá Balatonra, így egy ilyen stáb,
És így sose felejtem, hogy kimentünk, ilyen óriási szeretettel köszöntött, meg üdvözölt, és így a felesége így sütött 3 tál almás rétest, meg nem tudom mit, rohadt nagy munka lett belőle, elképzelhetett. Tehát így az volt, hogy így már aznap ugye egy csomó mindent forgattunk, így leültünk, és szerintem egy ilyen nettó 2 órás sztorizással indult az egész. Ugye az öreg sztorizott, mi hallgattuk, és között tömtük a fejünket, szóval. És mind tök jó, hogy mindenkinek, aki találkozott vele, van egy olyan sztori, ami nem feltétlenül ahhoz köthető, amit ő csinált, amit írt, amit kitalált, hanem az, hogy egyébként ő abban a szituációban, tehát amikor találkozott, egy ember volt, aki, és ezt mesélt ez a tévés kolléga, azt mondja, szerkesztő volt, hogy igen, a Harra Lilla ő volt az, azt hiszem ő mesélte, hogy így volt bent náluk vendég a Csukás, és hogy sétáltak a tévé épületébe, ott volt a kiállítva a bába az eredeti, a süsű, és hát úgy volt, hogy mikor kirakták a raktárból, úgy hogy ki, amivel ki van tömve az az anyag, egy picit összeesett. És ugye azt látták, hogy az öreg így áldogál a saját figurája előtt, szóval egyébként zseniális, és így állt, és így nézte, és így nézte, és mondta, hogy nekik, hogy szépen ízesen beszélt a bajsz alatt, és mondta, hogy ugyan adjanak már ennek legközelebb vadkörtét, tehát úgy le van fogyva. és utána vissza is tömték, mert hogy ez egy olyan hát hogy azért arra figyelni kell, és tényleg ott van a mai napig, ha véletlenül valamire arra jártok, akkor nézzétek meg. Mert olyan szép dolog, a süsű nyilvánvalóan nagyon sokunkat elkísért a szintén tök jó karaktereivel, ugye kinek nem ugrik be a kancellár, a zsoldosok, a kiskirály, tehát ugye egyszerűen annyira jó mese volt ezzel az együgyű sárkánnyal, és hát ez ugye a Csukástól ez az egyik, hát számtalan van még tőle. Pont, hogy ugye egy bábos kommentben leírja Jana, hogy a bábos gyerekműsorokat nem szerettem, kivéve a süsüt. Uh-huh. Egyébként fura, tök jó, hogy ezt mondja, mert valamiért a műfajért én sem rajongok, de például a süsüt nagyon, meg Gyurmában én valamiért pedig az aztán a full elmebetegség a Sebaj Tóbiás. Én a Sebaj Tóbiást azt például kifejezetten szerettem, pedig hát azért... Tényleg, az nagyon jó volt. Igen, az tök jó volt, de hogy azért így nagyon furi sztorik voltak abba, szóval Tóbiás sem volt emlékeim szerint egy nagyon eszes főszereplő, és hát nagyon furi dolgok történtek. De nem velem. Úgy volt, hogy ő vagy a kalapja, vagy valami igen. Tudott alakulni dolgokká. Hát dehogy nem. Ez pont egyébként a Tóbiásban az egyik szerintem állati zseniális dolog volt, hogy tök jó kihasználták a matériát, ami. Szóval ez, hogy eleve egy olyan figura, ami egy csomó mindenné tud alakulni, hát mivel tudod ezt tök jó megcsinálni, mint a Gyurmával. Szóval hogy így nagyon jól kötötték szerintem a sztorit ahhoz a műfaji kötöttséghez, vagy lehetőséghez, amit a Gyurma adott. Szóval, hogy ez is, ebben van egy ilyen, jó, tudom, elég nyilvánvaló, de nem el lehet emellett menni, hogy egy tök jó nyilvánvaló meta ez, hogy ugye a Gyurma figura így működik. Azt mondja, hogy volt még, Jana emlékei szerint a Mofli, Gyümölcsfalva lakói, Titokzatos aranyvárosok, Alfred a kacsa, hú, de ismerős. Hú, az nekem is, de ez nekem kimaradt, amit viszont nem mondott, és a kacsáról ugrott be, és ami nekem ebben az időszakban állati őrült nagy kedvencem volt, az a Nils Holgersson. Uh-huh. És nem tudnám megmondani, hogy miért, de nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Tehát, semmire nem emlékszem, de még könyvem is volt ilyen képes. Igen, az valamiért egy, ez egy tök jó, én úgy emlékszem, hogy ilyen pozitív vibe, pozitív gondolkodni, nem tudom mi magyarul, szóval egy ilyen tök jó hangulatok jöttek, mindig volt benne egy ilyen tanulság, ugye maga az, hogy Nils-el az történt, hogy ilyen pici lett, és csatlakozott egy olyan csapathoz, ami teljesen más, mint ő, és akkor mindig, ahogy utazott a Ludakkal együtt, belekeveredtek valami kalandba, állati jó volt, és ez rohadt szépen volt megrajzolva. Ugye itt még messze-messze arról az időszakról beszélünk, ahol a komputer animáció az maximum úgy létezett már, hogy így az utó-utó munkába került bele, de hát ezek még azért fázisrajzzal készülő. Igen. Én láttam akkor, és talán legutóbb is a beszéltünk róla, hogy ugye a producere volt, a itthon készült, és az volt egy ilyen utózöngéje, nagyon rossz ezt mondani, de hát ugye ma a hazai rajzfilmgyártás már értelemszerűen nem olyan presztízsű, meg nincsenek akkora munkák, vagy kevesebb szer van akkora munka, akkor inkább így mondom, mint régen. És ugye ebből egy kivétel volt, amikor
a gyártotta az Erkel volt a producer, és nem tudom, hogy abban a csupó benne volt, de ugye ez a Mr. Bean rajzfilm sorozat volt, erre biztos emlékeztek, mert ez egy nagy-nagy hullámot vetett, hogy egy ilyen nagy megrendelés jött Magyarországra, és én ott ismertem az egyik, még nem lehetett tudni, hogy fog kinézni a karakter, meg egy csomó kérdés volt, ugye hát eleve a Mr. Bean figura, ugye maga Rowan Atkinson állati érdekes, hiszen ő azt a fajta humort viszi, hogy ugye nincs szöveg, vagy csak nagyon ritkán van szöveg, és ugye az a komikusi jelenlét van, hogy ugye a zenével, a testével, az arcával és különböző effektekkel mesél el egy sztorit, és ugye hát nyilván nagyon hangsúlyos volt, hogy milyen lesz, hogy fog kinézni ez rajzfilm figuraként. És itt tök jó volt, hogy nagyon viszonylag hamar már az elfogadott figurát én láttam, mert az egyik ilyen utolsó fázisokat helyreigazító rajzolót ismertem, és, wow. és lát, tehát ugye azért mutogatom ezt így, mert ugye nála voltak ezek a, nem tudom, pauz fogalmam sincs, mert nem ismerem ezt az ipart annyira, de ugye így az ujjaiba bett így a papír, lapok, és akkor ugye nézegette mindig a különböző fázisokat, ahogy így, tehát ez a könyv, hogy így gyorsan tudom, lapozod, az a gyorsan lapozós, nem tudom, mit, van egy ilyen neve ennek, majd ti megmondjátok, és ez ugyanaz, csak ugye nagyba, hogy egy kb. Ekkorába képzeljétek el a figurát, Imi közben képet komponál, és ugye ilyen nagyon pici gesztusokat ő igazította ki. És ezért nagyon hamar láttam a filmjében, persze most már nagyon régóta nyilvános, de akkor ez tök jó volt ilyen sneak peekként így belenézni, hogy majd hogy fog kinézni. És az egy ilyen utolsó, vagy hát nem az utolsó, vagy nem szeretném azt mondani, hogy az utolsó, de az egy ilyen nagy lendülete volt a hazai rajzfilmgyártásnak. Azt azért jegyezzük meg, hogy a hazai rajzfilmgyártás az még szerintem mindig ott lenne a világ élvonalában, csak ugye az van, hogy így a technika miatt nem nagyon készülnek rajzfilmek, már csak animációk. És úgy értve az animációt, hogy digitális technikával, és azért ezek a 3D-s dolgok, amiket a Pixar meg ezek csinálnak, azért most már sokkal szexibb a gyerekek persze. számára, mint a 2D-s klasszikus rajzfilm. Persze, és hát ugye jött a nem lehet emellett elmenni, időben nehezen tudom tenni, de majd te mondod, hát ott van ami szerintem még zseniális, ugye az ázsiai részről, a japán vonalról például. Hát a mi az, akinek ami szintén, én nem vagy, tehát az elején nyilvánvalóan rajzfilm volt, de hogy ma már rajzfilme, amiket csinálnak, meg az a stúdió, amit csinál, azért arra nem vennék mérget, de hogy időben azért ő is ekkortájt jött ki, ugye nem is tudom az első mi volt a, nem a ez a... Keresem. Milyen palota? Valamilyen Moving Castle volt, de az angol címe, de magyar címre megmondom, már nem emlékszem meg az angolra se pontosan, de hogy ott azért több zseniális rajzfilm volt. Castle in the Sky. Igen, de van egy másik, ami szintén ilyen, azt hiszem az a korábbi kastélyos neki. Mindegy, nézzétek meg, nyilvánvalóan, hogyha mi az, akit mondjuk, akkor sokatoknak, akik ismerik, az egy nagyon fontos alkotó. Nyilván időben azért ez nem a 11-12 éves gyerek. Bár a franc tudja. Egyébként nem tudom. Szóval ezt már nem tudom. Ezt már mondják meg a szülők, akiknek 11-12 éves gyerekük van, hogy ők már nyitottak erre a világra, vagy sem. Castle of Cagliostro. Lehet, hogy ez a 79-es. 79-es, tehát hogy úristen, miről beszélek, igen. Hogy a 90-es években már bőven volt. Beszéltünk az előző adásról, hogy említettük a kis vakondot, én azt nagyon szerettem. Nem, úgyhogy ennek tökre itt a helye. Jó kis Cseszkó import, nem? Hát az annyira Cseszkó import, vagy annyira Cseh import leginkább a Krütek, hogy na ott például, na és akkor itt csak tök jót mondtál ezzel, vagy nagyon érdekeset mondtál ezzel, hogy miért... Hogyan lehet azzal az iparral versenyezni, ami Amerikában van? És például úgy szerintem mindenképpen, hogy a csehek azt szerintem rohadt jól megcsinálták, hogy a Krütekből, a kisvakontból építettek egy brandet. Tehát, hogyha elmész Csehországban, akkor ott az... Mai napig. Nem tudsz úgy két sarkot menni, hogy ne legyen egy ilyen, mint mit tudom én, bizonyos nagy városokba, ami olyan desztináció, hogy turisták mennek, ugye megvannak azok a tipikus dolgok. Most nem feltétlenül a holland fapapucs, mert ugye Amsterdam ezzel nagyon küzdött, és Amsterdam úgy szórta tele a várost végül mindenféle merchandise-al, hogy ez az X-re épülő akármit tudsz venni, szarásig bármit gyakorlatilag. Szóval nagyon erős a város brand Amsterdamban, de az, hogy te matrióska babát veszel az oroszoknál, az, hogy akár Krüteket a cseheknél, szerintem ezt zseniálisan találták ki. És rohadt jó a karakter. Hát nem tudom nektek, mi volt a kedvencetek, de amikor autót épített a kisvakon, hát az basszus. Hát én gyerekként én azt gondoltam, hogy figyelj, ez a
a teki létnek az egyik csúcsa, és akkor még nem beszéltünk erről, hogy teki lét. És konkrétan telibe fönt van. Telibe fönt van ez a mese? Szerettétek-e az autóépítős részt a Vakondon? Nekem messze az egyik. Valaki úgy tette fel YouTube-ra, most megtaláltam a linket, hogy erről van egy ilyen lapozgatós könyv. Hát ez zseniális, most csak, hogy így belenézek. Úristen, és ez gyerekként mennyire menő. Hát ez figyelj, ez meg kifejezetten menő volt így, hogy mondod. Szóval nem úgy gondoltál te a Kisvakondra, hogy ez egy régi mese, és hát elballaksz ma egy gyerekkönyvesboltban. Én tudom, hogy ez a téma, ez mondjuk így viszonylag kevés embert érint, de akit érint, az tudja, hogy miről beszélek. Simán leemelsz a polcról Kisvakondot, tehát nálam otthon a gyereknél a X könyveiből az egyik az egy Kisvakondos. Uh-huh. Mondjuk még csak dobálja úgy, hogy nem. Nem nagyon érdekli mélykonyolban. Van itt ilyen, azt írja a Medvé, hogy két gyerekkori sorozatot hiányolok a felhozatalból, mindkettő 80-as években ment, akkor én valószínűleg ezért nem emlékszem rá. Egyik a németek által készített Szellemek a toronyházban. Nem, sajnos nem. Neked mondom, nem, sajnos, nekem sem. A másik nem, pedig a Látogatók című csehszlovák remekmű. Nem, basszus. Nekem sem. Nem, úgyhogy sorry. Nekem a mai napig PTSD-m van, Traumatic Stress Disorder, tehát ilyen világháborús villanásaim egy olyan sorozattól, ami konkrétan telibe fényes nappal délelőtt 9-10-kor ment a gyereksávban. Nem emlékszem a címére. Az volt, hogy volt kettő vagy három ilyen gonosz, valamilyen űrlény vagy valami UFO-szerűség, akik alakot tudtak váltani. És ilyen zöld trutymó volt az zöld trutymóból voltak ezek a lények, és ilyen emberi alakot tudtak fölvenni, és ilyen kisgyerekeket akartak elkapni folyamatosan. Mert hogy ez egy ifjúsági sorozat. És ezt akarom mondani, hogy esküszöm, hogy kicsi voltam, és néztem, mert izgalmas volt, meg érdekel, de rettegtem. Nem tudom, és arra emlékszem, hogy... Pici képek úgy villannak, szóval ez a trutymos arc, ez valami... Igen, trutymos arc, hogy így a csávó így egyre idegesebb lett, meg így átjött ez a trutyi az arcán. Tudod, mi lesz a durva? Hogy na, lesz olyan néző, meg hallgatta most, aki ez alapján tudni fogja. Tudni fogja. Ez biztos, de itt van, figyelj, nekem beleégett. Nekem is. Most így mondod, így megvan, ez a trutymos arc, ez nagyon jön, de igazából nem tudnám megmondani. Viszont tudok mondani, ami hasonlóan iszonyatosan beszaratos volt nekem gyerekként. Valami oknál fogva otthon maradtam egyedül, úgyhogy ugye van tesóm, nővérem, és édesapám, édesem elmentek na mindegy, a sztori van meg, hogy én egyedül vagyok valami otthon este, és sötét van. És hát nyilván mit csinál a gyerek? Tévézik. Mit néz meg a gyerek? A Carpenternek a Köd című filmjét. Mert hogy mit tudom én, az ment. Azt hitték, hogy a gyerek alszik. És neki emlékszem, hogy az eleje, és igazából az a film később is, hogyha megnézitek, akkor szerintem az eleje, ahogy fölépítik a szitut, az az igazán félelmetes benne. Tehát onnantól kezdve, hogy megjön a gonosz, vagy az ellen, onnantól kezdve már kevésbé. De az, ahogy felépül a klasszikus, gyönyörű eszközök, az este, a hosszú szírten, a egyedül autózó nő, miközben szól a rádió, ami egyszer-egyszer berecseg a távolban, néha egy-egy villám már látszik, szóval a hangulata, na most ez gyerekként, ez a... És hát nem mersz megmozdulni. Mert ha megmozdulsz, akkor véged van. És nézd, tudod, itt csak annyira mozdulsz meg. Egyébként erre tökre kíváncsi, hogy nyissunk már egy ilyen topikot, hogy írjátok le, léci, azt, amit a gyerekként ilyen mozgóképes tartalom volt, és nagyon féltetek, és mi volt a reakció? A reakció nekem következő volt. Annyira mertem csak lenézni, hogy az ajtó alatt a szobába már jön-e a köd. Ami felnőttként így hülye vagy, de gyerekként iszonyatosan beszartam tőle, nyilván jönni fogok. Ez volt az egyik film, a másik meg az egy baki volt, ott otthon volt mindenki, csak elaludtak a szülők. És én gyerekként mindig úgy tévéztem, hogy a szülőkkel együtt, és ott fetrengtem, meg kommentáltam, apám, úristen, szegény, mit kell kibírnia? Hát én végigbeszéltem az összes filmet. Ő meg szerette volna nézni. Szóval az a típus volt, hogy megy egy film, ő megnézi. Én az, aki megy egy film, és végigdumálom, amit a gyerekek általában csinál, és a szegény, amit nekem szórakoztató volt, neki kevésbé, és ment, éjszaka, ők elaludtak, én meg ott ragadtam a tévé előtt, mert hogy mekkora király. Alszanak, én tévészetek, nyugodtan, és ment a Spielbergnek a... Hú, mi a címe, segíts, az korai Spielberg,
A első vagy a második filmje, ami ez a, amikor egy üldözés a sztori. Nézem. Szerintem a 70-es évek vége, 80-as évek eleje max, amikor készült. Mindegy, amikor tévébe ment, már nyilván jóval később. Igen. Rengeteg, főleg nagyon soknak volt ugye a producere, meg ilyen olyan... És ez nagy film, ugye? Nagy játékfilm, nagy persze. Játékfilm. És ugye az egész gyakorlatilag egy ilyen üldözésről szól, és többek között attól zseniális, hogy soha nem látod azt, aki üldözi, egy ilyen amerikai autóúton történik az egész, és ugye egy terrorautó gyakorlatilag nem száll le a központi figuráról, hát azért az gyerekként az tehát onnantól kezdve gyakorlatilag nem tudtam úgy teherautóra nézni egy jó darabig a városba, hogy az majd nyilván nem kezd el engem. Van egy ilyen, hogy Firelight, még nem, nagyon régi. Nem. Akkor van egy ilyen, hogy... Szerintem, aki hallgatja ezt majd, és nem videóról nézi, az most már hangos. Ez még a cápa előtt. Sugarland Express? Nem. Vannak itt TV movie-k is. Nem is tudtam, hogy ő nyomott TV movie-kat. Nem tudom, hogy TV movie volt, de szerintem nem, ez mozifilm volt. Rendes, ez mozifilm? Becsületes. Aha. Mert hogy van ilyen, hogy Duel, Something Evil, Savage, Cápa, Close Encounters, igen, a harmadik típusú, 41, Raiders of the Lost Ark. A harmadik típusú találkozásokat. E.T. De imádtam. Bocsánat, hogy ilyen az izé... Most már engem is idegesít, hogy nem tudjuk, hogy bocs. Figyelj, itt van igazából az összes, amit rendezett. Én nem hiszem nekem. Itt van előttem. Párbaj, Duel, 71. Akkor, na azt mondtam. Ja, nem, bocsánat. Nem, azt mondtam, csak ugye nem a magyar címet mondtam. Duel, nem figyeltem. 71, te atyavilág. Ez a rohadt jó film, hogyha ha ilyenre vágytok, ahol nem teljesen kerekperec a történet, meg a motiváció, akkor bátran. De hát nyilván gyerekként más élmény volt. Úgyhogy írjatok ilyet, én nagyon kíváncsi. Nekem ez a kettő, ez borzasztó meghatározó. Nekem így szokták, tehát én azon nagyon féltem. Tehát több pici voltam. Hát én már nem azért. De szerintem elmondtam talán az előzőben is, nem? Így szokták, nem tudom. Tehát a legdurvább rész az nekem az volt, és hogyan fél a gyerek gyerekkorában, hogy volt az ember, az a gumiember, aki át tudott menni a kulcsukon, meg az ajtó alatt. Igen. És hogy tudod, amikor így úgy takarózol be, hogy így fogod a takarót nyakig, és azt nézed, hogy jön az ajtó alatt valaki be a szobába. Fú, basszus, tudod, mi volt még nekem az egyik legnagyobb? Az is egy baki volt. Gyerekként, hát még létezett Rákospalotán a Horizont mozi. Na, ezzel aztán végképp leszűkítettem a lehetséges nézők számát. Ez végnapjait élte, és emlékszem, hogy volt matinéba vetítették a valamelyik ilyen kicsi kocsi újra szágult, nem tudom milyen ez a bogárhátú kalandjai. Én is imádtam. És kitaláltam azt, hogy nem menj moziba. Picit önálló gyerek voltam, úgyhogy szóltam a szüleimnek, hogy én megyek Viszlát, és hát tudták, hogy ha tiltják, nem jó, ha tudok magamra vigyázni. Meg hát matiné, akkor sok probléma nem történhet elvileg. Persze, nyilván. Na, annyi probléma történt, hogy műsorváltozás volt, és ez a mai napig érthetetlen számomra, hogy már annyira végnapjait értem mozi, hogy leszarták, vagy azt gondolta egy pénztáros nő, én emlékszem, egy nő volt, hogy hát akkor ez egy emberkísérlet lesz, hogy tök mindegy, de akkor szombat vagy vasárnap délelőtt valamilyen oknál fogva azt gondolták, hogy matinéba ad egy az Ördögűző című filmet fogják levetíteni, mert biztos ott volt a kópia, miért ne? A másik az, hogy ezt a kis csávót tulajdonképpen miért lökjük be a nézőtérre. Na, úgyhogy én elindultam a Dudu kalandjait megnézni, és beültem az Ördögűzőre végül. Ami hát azért még a mai fejemmel is egy eléggé teljes talpas horrorfilm. Tehát, hogy az, azért az basszus. Szóval, hogy ott minden van és történik, és folyik, amit el tudsz képzelni, ami egy ördögűzéshez, ahogy elképzeled. Na most a pap figurája, a pap, amin keresztül megy ugye az ő hite, az, hogy maga hogy zajlik az ördögűzés, ugye, hát az egy borzalmas film, gyerekek. Na most én ezt gyerekként néztem végig, halálosan rettegve, emlékszem, így ültem kapaszkodva a székbe, és azt néztem, hogy ki mikor, hogy mozdul meg, voltunk, hogy hárman a nézőtéren, tehát hogy az is eléggé horrorisztikus volt, és az is egy rohadt jó élmény volt, úgyhogy utólag is Pacsi a néninek, mert szerintem esetleg mondhatta volna, hogy azért ez egy picit más lesz, mint a Dudu. De nem. Jött egy kis segítség a Parker Lewishoz, mert hogy az akkori zöldlogós TV2-n ment. Úristen, emlékszel rá, az valamilyen nemzeti szintű lobogó volt még benne. Úgy, igen, úgy volt zöld, hogy piros-fehér zöld. Igen, volt. Igen. Hát, ki emlékszik arra? Emlékszem, és hogy
van hozzá link, tehát hogy még a neten megtalálható valami Parker Lewisból, nagyon ajánlom. Tehát az, szerintem az mai szemmel is zseniálisan szuper. Igen, az nagyon jó. Azt mondja, hogy ja is bocsánat, igen, ezt Völgyi Attilának köszönjük ezt a kommentet, és Bognár Béla meg azt írta, hogy amit kihagytatok, és német-magyar koprodukció, Pumukli kalandjai. Tényleg, basszus, így van. Mennyire szerettem a Pumuklit. Egyébként én is szerettem, édelmester. Egyébként, ja, én is szerettem, és mégis nem tudom, hogy a műfaj miatt ez a rajzfilm per film, ez nekem valahogy mindig olyan, nem tudom, olyan nem választanám a kedvenc. És nyilván a sztori az, ami meghatároz, de valamiért nekem az valahogy nem tudom megmondani, hogy miért. Valahogy nem működött. Működött, és hangsúlyozom, hogy szerettem, de valamiért el nem tudom mondani, hogy miért. Mindig azt szerettem, amikor a Pumukli a végén hazatér, édermester megnyugszik, a Pumukli megnyugszik, és valahogy vége van. Tehát, hogy nem tudom, kicsit nekem olyan volt, mint az óvodába járás. Tehát, hogy ez nyilván azt kellett, hogy utáltam óvodába járni, de hogy tudtad, hogy van egy ilyen keserű pirula része az egésznek, az a szegény Pumukli valami történik, meg ez a furi film, rajzfilm, ezt én valahogy nem tudtam összerakni, és de a vége van, az már akkor jó. Azt hiszem, ez már ilyen személyes beállítottság kérdése. De tök jó volt. Meg igen, az, hogy koprodukció, szerintem az egy... abból kár, hogy kevés van, szóval tök jó lenne, ha ebből több lenne, hoznák a németek a pénzüket, és a magyar tudást használnak, meg maga egyébként a figura az hihetetlenül szerethető volt. Nagyon-nagyon szerethető volt. Azt írja még Béla, hogy MTV2-n adták a Knight Rider-t szombatonként. Én imádtam. Én is nagyon szerettem. Úristen. Tehát... És először megjelent benne a rossz AI. A kamion. Hát meg a gonosz Michael, akinek baj szól. A gonosz Michael. És te azok a figurák, gyerekek. Szóval azért, úristen, tehát ha csak a ruházatát a David Hasselhoffnak kivesszük, a feszülős farmer, póló, bőrjakó, mikrofonhaj, atyavilág. A Devon benne, ugye a kellemes hangú megmondó. Egyébként félelmetes, mennyire egy kaptafa ez is maga a műfaj, mert akkor muszáj behozni a tesóját, a Magnumot, mert hogy azért ez eléggé hasonló. Ugyanerre gondoltam, Magnum. Hát mert egyébként a felállás is nagyon hasonló. Szóval van egy ilyen figura, egy ilyen menő figura, ugye ott ki volt a Magnum, hogy hívják? Tom Selleck. Bajusz. Hawaii ingek. Porlós bajusz, Hawaii ingek. És akkor ott volt mellette a Higgins, akit hát öljetek meg. A két kutyával, igen. Szóval, mindig... CJ, a helikoptervezető Feka. Feka a helikoptervezető, szóval mindig vannak ezek a sidekickek, akik azért elég atipikus sidekickek, de basszus, ezek jó sztorik voltak. Szóval, igen. Hát jó sztorik. Ja Isten, nyilván nem, most nem a Bergmani magasságokról beszélünk, de vagy azokra létek. De én is szerettem. Mind a kettőt, meg a MacGyvert. Egyébként olyan fura valamire, hogy MacGyver-t nem, hogy tudtam, hogy oké, de valahogy az nekem már kiesett. Nem szeretni barkácsolni gyerekkorodban? Hát ezt szétszedni imádtam. Amikor én azt láttam, hogy bármit meg lehet szerelni egy svájci bicskával és duct tape-pel, akkor én egy... Hát a mennyekben éreztem. Hát, de én pocsék gyerek voltam ebben a szempontban, én minden darabokra szedtem, és ott sajnos elmúlt az érdeklődésem. Szóval nekem maga az extázis már nem volt meg, hogy összeraksz valamit, és működik. És azért a MacGyverben úgy valahogy az is hozzátartozott a metához, hogy már milyen ilyen sorik voltak még, akkor maradjunk már egy picit a filmeknél, hogyha tudunk, ugye van akkor ez a MacGyver, a Magnum, amik hát nagyon régi tudok még mondani, hogy jött a krimi irányából, és az igazság, hogy én gyerekként néztem aztán, mert szerettem izgulni. Egészen kicsi voltam még, amikor ment a Petrocelli. Ott a vagány, ott nagyon bírtam, hogy ez a 70-es évekről beszélünk már, amikor az gyártott. Szóval azért ott ködvágó nadrág, meg még átmenet a cápa 20-os autók, meg szóval ott a nagy kedilekek, Lincolnok, meg nem tudom milyen időszaka. De jó volt. Igen, az a ház, amit építettem, sose készül el, szóval nekem ott töredékek vannak meg azért gyerekkoromból, és ugye abból az időből ez az egész volt a Michael Douglasnek egy sorozata a San Francisco utcáin, tehát hogy ez az amerikai vonal, ami Magyarországon azért jóval később került nyilvánvalóan, mint ahogy az eredetileg ment, de mint sorozat azért az is egyfajta menőség volt, de hát ez nyilvánvalóan a krimi irányt vitte. És most hát mondhatnánk a Kalambót, én tudom, értem Kalambó, a Kalambót. Derik, Rex felügyelő. A Derik, hát szerintem az sokkal, az közel, az hogy mondjam, a magyar virtushoz a Derik az egyel közelebb áll. Persze, mert német. Hát persze. Jobban érzed,
Harry, hozd a kabátom. De már csak az, hogy tudod, amikor azt látod, hogy olyan környezetben játszódik valami, amit itthon is látsz. Igen, ami van egy kicsi. Igen, de azért a Derek, szóval ez látod, de azért az erőteljesen az a nyugat-európai életszínvonalat, mint például ugye akkor már nem tudunk elmenni amellett, és ezt gyerekkorunkban nézni kellett, mert ment ugye a klinikák. Ezt Tóth Katalin szeretném itt idézni. Igen, mert hogy ő például összeszedte egy kommentben. Na, köszönjük szépen ezt. Köszi, azt pacsi. Írta, hogy 80-as években minden héten egyszer volt sorozat, mindig csak kedden, például Onedin család. Arra már nem emlékszem. A főcím van meg, hogy a hajó megy. Ennyi. Meg, hogy nők a pult mögött. Mindenki tanköteles, klinika. Az már megvan. Örvény, és akkor írta, hogy Derik, és Tetthely. Tatort. A Tatort, semmi más nem teszel be ennek a podcastnek a leírásába, mint link, légy a Tatortnak a főcímzenét tedd be. Tehát annyira rohadt jó főcímzenéje volt a Tatortnak. Az eredeti már nem tudom, hogy fönn van-e a YouTube-on, de ugye nekem a Tetthely azért nagyon kedves a lelkemnek, mert az volt az a sorozat, amit gyerekként nagyjából mindig tudtam, hogy mikor van, nyilvánvalóan nem nézhettem, de édesanyám még nézték. Ezt nem is ismerem. És krimi? Hát egy krimi, helyszínelő, persze. Helyszínelő krimi vagy mi? Hát nem, hogy helyszínelők, de hogy egy krimi. Figyelj, hát tényleg nagyon kicsi voltam még, amikor ment, és néztem, de hogy az ajtónál tudtam egy rést képezni, hogyha ügyesen trükkösen nyitottam meg annyira, hogy én konkrétan végignéztem fekve hasalva minden egyes részt, úgyhogy meg rendesen, mert azt nem lehetett nekünk nézni, mert az kicsik volt. Nagyon szerettem a Tetthelyt. És para a főcímzenéje, vagy miért? Hát jó, szerintem jó. Hát így abban az időben nyilvánvalóan. Tatort, volt jó volt. Akkor várjál, két férfi egyeset, akkor már, hogyha a német sorozatgyártás területére tévedtünk, ugye az is volt. Az más. A baj, hogy nekem már csak ilyen olyan későbbiek ugranak be, mint a Jag, igen. Hát az már ez az újra amerikai, igen, vonal. Az újra amerikai mi volt vonal. Még? Volt a Jag? Mi volt még, amit itthon? Ezt így hirtelen. Hát ugye ment az A-Team, aztán egy idő A-Team. Után. Hát de az A-Team, igen. Az legalább olyan idős, mint a Magnum szerintem. Abszolút, persze. Én azt nagyon szerettem. Igen, azt én is szerettem, annyira nekem már nem muzsikál, de így oké volt. Aztán még utána várja, mik voltak, amilyen ilyen... Szóval az igazság, hogy aztán, hogy jövünk előre az időben, az a novuma, ami a tévének volt, az tökre megváltozik, hiszen beszélünk, mit tudom én, ugye a 90-es évek közepéig egy pár csatornáról, aztán ez az egész egyszer csak így szétesik. Felrobban, és már nem... Nem tudod csatornához kötni, hogy azt néztem, és mi ment rajta, hanem el kell kezdeni a műsorokat összeszedegetni, amik már teljesen így a horizonton szétnyúlva minden egyes. És ennek csatornán. Az elején, ennek az időszaknak az elején voltak a bűnös élvezetek, az meggyőződésem. Hiszen voltak még olyan csatornák itt a tematikus csatornák megjelenésének a hajnalán, mint például ilyen Szív TV, ahol egyrészt mentek olyan műsorok, ami a bűnös élvezetnek szerintem így erőteljesen a kategóriája, meg egy-egy olyan sorozat, ahol ugye sorozatokat általában a csatornák csomagokba vesznek, és nagyon sokszor van az, hogy te megveszel egy flagshipet, egy mit tudom én, egy kiemelkedően jó sorozatot, ami egy nagy cím, de azt valójában úgy adják el neked, hogy akkor vegyél meg még hozzá 10 kicsit. Igen. És aztán a 10 kicsit te vagy tovább értékesíted, vagy viszed az alcsatornáidba, bemutatod, és ezek a kicsi, nem tudom még, ebbe akadhat be olyan, hogy valami műfaj miatt valaki azt szereti. És én most mondok erre egy példát, mert ahogy jár a szám, eszembe jutott volt egy ilyen, nem tudom, hogy emlékszel-e, ez biciklis rendőrök voltak. Mi? Amerikai sorozat volt, és biciklis rendőrök. Mi a címe? Mit tudom én, biciklis rendőrök? Nem. Von ilyen, jaj, de gagyi. Mármint, hogy... Ja, de az. Tehát, hát majd megmondjátok a címét, hogyha valaki elnézi. Én azért imádtam, mert akkoriban nagyon, tehát montiztam. És nagyon, tehát teljesen rá voltam csavarodva erre, hogy Pacific Blue-ra gondolod? A Pacific Blue, de várjál, basszus. Mert hogy megmondom, mi a vicces. Na, de ez gagyi volt. Beírod Google-be, hogy biciklis rendőr, és az első ajánlás az, hogy biciklirendőr sorozat. És csak nyomok egy entert, és kijön, hogy Pacific Blue, szörnyű volt. Semmi értem. Szóval ennyi erővel lehettek volna, érted, rendőrök egy kiló banánnal, vagy bármi. De nem, ezek biciklis, tehát semmi értem, nem volt, hogy a biciklivel voltak. A mai napig megvan nekem a főcím. És azt néztem, sose fejtem gyerekként, hogy milyen váltó van rajta a Monty. Mert tudod, hát arra vagy rácsavarodott, tudod.
Hát persze. Hát rá, figyelj, ez az az idő, és akkor visszamegyek, hogy aki ebbe a szubkultúrában létezett, nem tudom, hogy emlékeztek, de volt az MTB magazin, a Mountain Bike, vagy MTA, Mountain Bike Action Hungary, Mountain Bike Action magazin, és azt aki így a bringa szubkultúrában benne volt, az alap, hogy járatta. Te tudtad nagyon jól, hogy miért akarod majd azt a XTR váltót egyszer megszerezni, ha már az LX és XT-n túl vagy, meg hogy a Manitou villából éppen melyik a legjobb, meg az Elastomer, meg mit tudom, szóval, hogy ez egy... És hát kijött egy sorozat, amivel érted, mountain bike-kal mennek. De azért ez a B, C, D kategória. Uh-huh. De tuti, mondjatok ilyet, hát ha beugrik majd utólag a kommentek alapján nekünk, és én nagyon szeretnék nosztalgiázni, hogy fú, basszus, volt az a gagyi, nem tudom micsoda, és egyébként nekem a gagyiba van, ami egyébként mainstream sorozatnak számít, a Guldenburgok öröksége. Guldenburgok öröksége, én csak a címre emlékszem, meg a fő címre, de hogy így az egy ilyen családi dráma. Egy család dráma. Hogy ilyen gazdagok talán is az örökségen vitatkoznak, hogy ki hogy ki játszik, meg ki túr, és hogy gyerekként annyira emlékszem, hogy nem nagyon értettem. Hát a német Dallas gyakorlatilag. Igen, de német Dallas, de hogy egy kisgyereknek az így nem volt izgi, vagy nem volt... Egyáltalán nem tudod, mi volt izgi benne? A gonosz figurája. Mert amikor a gonosz figurája megjelent, ugye a rossz fiú, a Black Sheep, amikor megjelent, Lauritsen, a kopasz szereplő. Tényleg kopasz volt valami. Rémlik. Hát hiszen rossz volt. Igen, és minden... Nem, nem lehetett egy slank, sármos fiatalember, érted? Hát zseni. Úristen, ami... das Erbe de Gulden, der Guldenburg, nem tudom, hogy kell német, nem tudom németül. Nem baj. Das Erbe, az biztos szépen mondtam talán, vagy das Erbe. De tök mindegy, mert németül van, tehát már jó a csengése. És ugye ő volt a gonosz figura benne, akinek a felesége természetesen ivolt, akit csalt, és ő amerikai autóval járt, és mindig ilyen nagyon tipikus dob zene volt az alatt, amikor ő megjelent, amikor a gonosz megjelent a színen. Úgyhogy igen, az is volt még. Na mit írnak még? Van-e még valamit, amit kiadtuk? Igen. Ne a saját agyunkra kelljen támaszkodni. Hogyne, hát itt rengeteg minden van. Szelator, aki Gábor nevű nézőnk, azt írta, még figyelj, ugye nem készültünk, bocsánat, ne haragudjatok, tehát most megint beolvasok pár rajzfilmet, mert ő is írta egy nagy listát. Gumimacik. Úristen, elmentünk a gumimacik mellett, hogy nem, ez úgy, szépen. Igen, és emlékszem, hogy ugye a nagymamám nagyon finom gumibogyószörpöket csinált, és voltak ilyen picike üvegek, nem tudom, hogy mi volt benne, lehet, hogy ilyen kis unikumos, vagy kis valamilyen, de hát a nagymamád üveg... unikumot gyűjtött. Igen, de az a lényeg, hogy mi a mama szörpjét, a piros színű szörpöt töltöttük bele ebbe, és azzal szaladgáltunk az utcán, és játszottuk azt, hogy akkor én azt most megiszom, és én vagyok a gumimac, és ott ugráltunk. Egyébként, ha belegondolsz, milyen beteg dolog már? Tehát, hogy most csak így utólag már felnőtt aggyal, a megfertőzött felnőtt agyunkkal végig gondolni, hogy azért ők gyakorlatilag cuccoztak, és utána meg erősebbek lettek. Hát végülis erről szól. Végülis az Asterix is valahol, tehát ugye a gallok az, hogy kell valami módosító fizikai szer, ami azért így könyörgöm, igyanak már egy kávét, vagy nem tudom miért, de hát hogy soha nem az van, hanem ilyen emberfeletti erőre tesznek szert. Egyébként ez tök érdekes, most így nyilván félretéve az... Valószínűleg azért nem gyerekek készítik ezeket a rajzfilmeket, tehát a felnőtt agy végig gondolhatta volna, nem tudom, nem minden, de számomra ez meg... furi. Gyerekként nem furi. De figyelj, az van, gyerekként leszarod, tehát. Gyerekként nem veszed észre, de hogy én arra gondolok, hogy így felnőttként se ez az első gondolatod, hogy nekem ez nem, dopping, nem. Vagy kábó, vagy valami ilyesmi. Hát hanem gyakorlatilag az. De hogy nem azzal a késztetéssel csinálod a mesét. Nem, egyáltalán. És hogy annyira nem készültünk, hogy 5% van a laptopomból hátra, úgyhogy most beolvasok még pár címet, és hozom a töltőjét. Jó. De nem állítjuk meg az adást. Kalán nénire, te emlékszel? Én úristen, nem. Dehogy nem. Én valami kanálógott a nénike nyakába, és azzal valamint varázsolt, és na nekem is, ő is egy valami... Csip-csup csodák. Igen, de volt az, volt, igen, az egy létező dolog. De már nem tudnám megmondani se a viszonyomat, se a nem tudom, a bennetek elindít valami húrt, pendít meg, ami az tök jó nekem, az úgy már nagyon nincs. Na ez a mese úgy nézem, bejárta a világot, mert ez egy norvég mese, de ment mindenhol a világon, mert hogy Mrs. Pepper Pot, japánul Spoon Obasan, és Amerikában meg Madame Peppermint. És hát ez egyébként... Ez a Nils Holgersson. És ez egyébként egy anime. Ez egy japán sorozat volt, viszont a norvég Alf Proisen
szerző. Jó, hogy megemlítetted, hogy majd még keresünk tőle meséket így Igen, és akkor figyelj, mert még Gábor sorolt nekünk ilyet, a flúgos futam, kacsamesék, balúkapitány, csipet csapat. Hát ezeket talán Jézusom, mondtuk is, nem? Lézerjet és aeroplán, ez mind Habburg. Ez igen, az első ez, sora a csodálatosra fordított kacsamesék címnek. Hát igen. Hát talán azt mondtuk, ez a Disney délután kapcsán ezek voltak, nem a kacsamesék, meg a balú. Az Disney. Igen. Okés, meg van egy személyes üzenet itt Gábortól neked, azt majd megmutatom, vagy majd elolvasod. Azt mondja Izell Lajos, hogy az ablak péntek délután ment 5-6 között, és Kertész Gyuri bácsit leszámítva unalmas volt egy átlagos gyerek számára. Ebben biztos vagyok. Rettentően unalmas. Nem értettem, még, hogy még ugye nézünk. Mind Déri János fenn, tehát csak azért nincsen Déri Jánosos pólón, mert nem tudom, hogy lehet a kapni, valószínűleg nem, de nyilvánvalóan Déri János is állati érdekes volt. Ebben ugye őt említettük már aztán, és ez az időszak, az ablak utáni időszak egy picit talán az előző adások műsorban is fölmerült, illetve podcastben is fölmerült az, hogy a nulladék típusú találkozások, ami szerintem egy szuper zseniális műsor. Déri, azt tudom, az éjszakánként ment, talán két hetente egyszer csütörtökön, most így emlékszem. És poénra az ilyen, volt véve? Vagy? Ne, volt, ami benne poénra volt megnéve, ez egy ilyen, picit ilyen tudományos, áltudományos műsor volt. Ugye az volt a lényege, hogy ilyen tényleg így a skifikből, a sose felejtem el, magában a főcímben benne volt például egy Hulk jelenet, de még egy ilyen korai Hulk filmből, amikor éppen a Bane, a doktor átváltozik, és ilyen zöldbe, ahogy megüti a falat, még Dr. Bane a másikba, meg ahogy visszajut, meg már Hulk, és ez így, akkor még én nem láttam az eredetit, meg így ez az egész univerzum még így nem nyílt ki előttem, talán jobb lett volna, így is marad, de hogy így abban a főcímre tökre emlékszem. Aztán abban volt minden, volt benne a Déri hívott meg, vagy a szerkesztők hívtak meg, ilyen orosz kézrátétellel gyógyító, nem tudom, mindent kipróbált a Déri, tök jól állt hozzá. Szóval egy ilyen mindenféle, ami akkor az ilyen kicsit így a tudomány, az ufók, az ilyen... Conteo. Hát, nem volt, nem? Szóval nem, a Conteo talán, egyrészt maga a kifejezés, nem tudom, hogy akkor az így... Szerintem még nem létezett. Szerintem nem létezett, is nem volt ennyire benne a köznyelvben, vagy a közgondolkodásban, de hogy így azért egyel komolyabbnak tűnt. Nagyon-nagyon szerettem a nulladik típusot. És bocsánat, még a Gábor kommentjéhez vissza, mert ha már itt a nulladik típusú találkozásoknál járunk, akkor ő azért írt ilyet, hogy Alfa Holdbázis. Hát ezt én már nem nekem. Őrjárat a kozmoszban. Igen, tudom, van ezek. Orion űr, igen, ezeket mindig hallom, meg elmondják az ismerősök, hogy ez mekkora volt. Egy kocka nincs meg belőle. Nekem szóval amiből már megvan a szégyenre, az már később, sokkal későbbi a magyar gyártású ilyen skifi sorozat, ami ment, ami ilyen hihetetlen költségvetéssel indult, és aztán úgy, ahogy van, állt bele. Az? Nem az Űrgammákra. De az Űrgammákra. Az Űrgammákra? Az volt az, amiben az Ördög Alexa volt. Ördög Alexa, Szulák Andrea, igen, Szombati az, Gyula. Az igen, Szombati Gyula. Jó neveket mondok. Sörös volt benne. Nem Szombati, vagy Szombati, de. A Sörös volt. Lehet, hogy ő is volt benne, a Sörös Sándor. A Sörös Sándor, aki akkor láttam először, és akkor jöttem rá, hogy ő a Magnum. Így néz ki. Hát ő a Magnum. Igen, tehát, hiszen a hangját akkor már mindenki. Na, Sörös Sándor, Szombati Gyula, Ördög Alexa, Felvári György, Hetényi Zoltán, Monoki Dávid, Szulák Andra, a Berényi Linda. Igen. Szóval az már jóval későbbi nyilván, ami ugye abból egy ilyen, nem tudom, szóval hogy az egy ilyen nagyon... 95-98 azért. Persze. Hát időben totál stimmel, tehát az a... Ment az 3 évig. Wow. Dexter volt. A Dexter, hogy nem? A Sörös Sándor. És akkor Dexter, nem menjünk már el, ugye, hogy és már említettük, tudom, hogy időben nem tudunk, vagy nem is akarunk igazából nagyon így egy ilyen szigorú timeline szerint haladni, de ha Dexter, én nem tudok elmenni a Dexter's Lab mellett, ugye ez már az abszolút az időszak. Kedvenc. Úristen, mennyire szerettem. Szóval azért, talán a, melyik volt ez a... A magyar oldalról is indult, mert nem, ott meg már aztán nem lehet elmenni a csupóféle, csupó Kleszki-féle duó mellett, ugye a Csupó Gábor, uh-huh, meg a Kleszki, ugye ott a lengyel vonal, ők összeálltak ketten. A csupó, ugye, amit
Hát ugye a Bart Simpsonos történettel indultak elők ott Amerikába. Fecsegő tipegő. És aztán jött a Rugrats volt, Rugrats. Ami már a saját gyártásban volt. De ugye ők egy showműsor, ugye a Bart Simpson az egy showműsornak indult. Ugye Amerikában ezek a late night show-k, meg mindenféle showműsorokban sok rovatból állva, sok ilyen kis betétből állva, nem tudom, magyarul el nincsen jó szó. És abból az egyik ilyen kis rész, ebből a showműsorban mindig volt egy ilyen rajzfilm dolog. És akkor a Bart Simpson az ugye ebből indult, tehát hogy ez ilyen showműsornak volt a része, aztán később onnan nőtte ki magát, és aztán ugye a csupóik nyilván kint Amerikába házaltak mindenféle ötlettel, és emlékem szerint a Rugrats volt az első, ami nagyon durván betört. Az, és ezzel ők egy stílust is, én meggyőződésem, hogy fordítottak, szóval addig talán a Disneynek sikerült ennyire erősen műfajt mutatni, meg aztán utána később a melyik stúdió ez, ami a Toy Story-t csinált, amit aztán később persze a Disney megvett. Na ez egy az nagyon érdekes nem stúdió. Pixar, dehogy nem, de kösz. Pixar ugye, amit először a Steve Jobs féle vonal támogatott, igen. Nagyon, ugye ő nagyon támogatta pénzzel, meg a karizmájával és a kapcsolataival az, hogy abban a stúdióban legyen valami. És de ami meggyőződésem, hogy az ilyen tévés rajzfilmekre óriási hatással volt, szerintem a csupóék, mert ezzel a magával a stílussal, a figurák kinézetével, a sztorival, a storyline-nal, ahogy a karakterek, szerintem nagyon-nagyon erős volt a Rugrats. És aztán utána jöttek a magyarul mentén, nagyon szerettem a magyar címét, a Füli Büdi Pálcika. Ez akkora fasság, hogy mi? Volt ilyen, igen, ez is. Nem tudom, mi, annak már nem, azt már nem néztem, bevallom, csak úgy emlékszem, hogy volt ez a vonal. Ugye itt már időben közeledünk a 2000-es évekhez. Volt ilyen, hogy Füli Büdi Pálcika. Jaj, a Szörnyek című. Igen, valami. Nem tudom. Jaj, ez is ilyen nagyon harsány, nagyon ilyen igen, random, és ilyen agymenés mese. Igen, és akkor volt ugye a Cow and Chicken vonal. Ezt akartam mondani, hát figyelj, zseni. Múltkor hajtogatom a pólókat, és azon gondolkoztam, hogy miket mondjak, miket dobjak majd be, amikor itt beszélgetünk a második részről, és beugrottak az akkori kedvenc meséim, és akkor mindjárt mondom ezeket, és beléjük néztem YouTube-on. És egy borzasztó. És nem tudom, hogy a gyerek mit szeret. Cow and Chicken, igen. Two Stupid Dogs, Johnny Bravo. Isten. Johnny Bravo, imádtam a Johnny Bravo. De hogy ezeknek semmi értelme. Oh, mama. De semmi értelme nincsen ezeknek a mesék. Semmi. I am Weasel. Én vagyok menyus. Ja, tényleg, na azt nem szerettem. Vagy értettem. De én ezt mind imádtam. Igen. De hogy igen. Közben arra emlékszem, hogy rommán röhögtem magam a Two Stupid Dogs-on, és most felnőttként bekapcsoltam, és így elborzottam, hogy ezt néztem gyerekként. Igen. Hogy nem lettem retardált? Igen. Nem tudom. Az vagy lehet, hogy az vagyok, majd ezt is beírjátok komment, persze. Az lehet, hogy az vagyok. Mondja. Nem szeretném magamat minősíteni, majd úgyis minősít az internet. De jaj, de hogy is. Az de hogy ezek szörnyűek, és mégis oda bilincsik a gyereket. De annyira nem, meg hát szörnyű. Hát igen, ilyen agyrágó az tény. Igen. Ehhez képest egy Dexter az... Pont ezt akartam mondani, hogy akkor most mondhatnánk a Dexter, de annak is vannak agyfasz részei. Vannak, tehát, hogy... de... Meg egyébként a Dextert nézni, annak, aki eleve öcs státuszban van, szerintem az, és hát nyilván mindenki, aki szerette, az szerette, de annak, aki eleve öcs státuszban van, tehát van nővére, és ugye ott a Sisszel mindig volt egy nagy akadás, az egy ilyen plusz réteget ad hozzá a meséhez. Nem tudom, nem értem. Igen, hát figyelj, a Cow and Chicken az teljes az agyfasz volt. A Two Stupid Dog, meg még ezt azt hiszem még tovább sikerült fejleszteni. És akkor ugye később jöttek már a Spongya Bob és társai, ezek nyilván már tudomásom van, de ez engem már nem... South Park, ezek már nagyon később. Igen, a South Park nagyon későn kezdtem el nézni. Tehát ugye a South Parkról előbb beszélünk, ez már 20 éve van. 20 éve van, és azért a South Parknál érdemes azt szerintem megjegyezni, hogy az első mondjuk 3-4 évad az tényleg csak arról szól, hogy egy adott részbe kb. Hogy sikerül a legtöbb káromkodás gyerekek szájába adni, és nagyon-nagyon nevettünk rajta. Aztán elkezd olyan szinten komolyodni. Aha, a sorozat. Igen. Na és nekem onnantól jött meg, és nem nekem azért, mert hogy komolyság. Csak amikor elindult, akkor emlékszem, hogy néztem, és így oké, az, hogy kimondja a Cartman, a nyilvánvalóan a sorozat, valaha volt legszimpatikusabb szereplője. Tehát, figyelj. Ő minden ember amúgy. És én annyira szívembe zártam azt a részt, és mindenkinek van egy kedvenc része nyilvánvalóan.
aki kicsit is szerette, de az, amikor a saját vidámparkját fölépíti, próbáljátok meg elvonatkoztatni, hogy nem feltétlenül az embernek a személyiségének a levonata az, hogy mi a kedvence, de megépítette a saját vidámparkját a Cartman, sok-sok évnyi Cartman-féle szenvedés és kiabálás, erőszak és nem tudom mi után, és megy ezen a vidámparkba hullámvasúton, ül egy tök üres vidámparkban. Egyedül ül, és fölér egy ilyen hullám tetejére a Cartman, és csak annyit mond, hogy én annyira boldog vagyok, és tökéletes. Tehát végre sikerült. Szóval az a fiú, akinek a seggében aszteroida vagy izé volt, műhold gyakorlatilag. Meg minden végre sikerült. Én úgy örültem neki, hogy annyira boldog. Szóval, hogy zsenia. És aztán az alkotóbrigád maga az, hogy pofátlanul beleálltak szerintem mindenbe. Nekem ez tetszik, tehát hogy annyira felnőtt sorozat, és annyira gyönyörűen tart görbe tükröt a társadalom elé, mert hogy például a keresztény rokkos résszel mennyire... Nem emlékszem. Hát az zseni. De sok van. Az zseni. Tehát ott rájátszanak a fekasz sztereotípiákra, a vallásosság sztereotípiára, a zeneipar sztereotípiára, minden, de hogy azonnal megtalálod mondjuk azt a részt, amiben meg elküldik az ilyen hipster, San Franciscói, ultra programozó, ultra progresszív, ultra liberális mindenkit, igen. Akik úgy beszélgetnek, ez beleégett az agyam, hogy állnak egy társaságban, mindenki vega, vegán, környezettudatos, stb., és belefinganak a kezükbe, és a saját fingjukat szagolgatják, miközben egymással beszélgetnek. De ez nem lenne szabad nevetni, Imre. Igen, és szerintem pont ez a csodálatos, hogy tök mindegy, hogy most igen. Politikailag jobb, közép, bal, a South Park mindenkinek beszól. Így van, egyetértek. És megcsináltak ugye azt a hamár bábos, és akkor egy picit olyan, mint hogy a bármi keretek között beszélgetnénk, pedig nem. De hát ugye ott van a Team America, ami, tehát én az, hogy van benne egy musical részlet az AIDS-ről, tehát, hogy így ne haragudj, tehát, és azt nem felejtik ők el, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy akármennyire legyen egy téma komoly, drámai, amit én imádom, tehát a dráma műfajt, még nagyon sokszor filmben én a vígjátékok, ha kell, de nincs ilyen, hogy fölé, mert ez egy hülyeség, de nekem sokszor egy dráma többet mesél, jobban megéri, mint adott esetben egy vígjáték, de az, hogy tudom, hogy léteznek ők, akik a legnagyobb drámaiságon is azt mondják, hogy ér rajta nevetni, mert azzal ők azt nem degradálják azt a témát, nem. Hanem attól az még ugyanolyan komoly. De van az a helyzet, amikor nyugodtan lehet azon is nevetni, és a Team America az pofátlan, úristen, nem. Van, egyébként tök furi volt ez, szembesültem, tök sokan nem ismerik, mindenképpen nézzétek meg, és aztán volt még egy, ugye? Na, volt egy South Park nagy film, meg volt a Team America, ez a kettő. Hát meg ugye van a South Parkosoknak egy musicalje, a Book of Mormon. Azt nem láttam. Hát én elmentem érte Londonba, megnéztem. És? Azt kaptad, amit vártál? South Park színpadon. Igen, igen. Book of Mormon. Nem, a darab nem annyira jó, mintha csak önmagában a soundtracket hallgatnád. Mert hogy néha van benne ez a tényleg indokolatlanul alpári, nagyon sok káromkodásos, amit én mindent eltűrök, de amikor már úgy érzed, hogy... Amikor már csak azért van. Ez pont hárommal több, igen, ez a fingós, baszós, ez már pont hárommal több, mint amennyit itt elviselt volna, de közben meg azt látod, hogy a színpad, vagy a nézőtér 80%-a. Hát persze. Szerintem sokan ezt várják egyébként a South Parktól, és ők is megkapják. Meg. Tehát ez a jó benne, és ez az, amit mondasz, hogy pár év után, az indulás után tudtak azért változtatni annyit a formátumon, hogy annak is jó, aki ezt várja tőle, tehát hogy elhangzik benne a megfelelő mennyiségű fák jó helyekben, meg a tenyérbe fingás, meg a nem tudom mi, de hogy azért mindig van valami olyan társadalmi problémákat feszegető része, amihez, és ez is szerintem tök fontos, hogy ők nem híradó, nem leírás módon, meg tudósítás műfajában nyúlnak hozzá, hanem humorral. Igen. És ez rohadt jó. És azért a South Parkból, most én nem tudom, hogy ebből, de hogy azért tök sok olyan, szóval ez tök legitimé tette a többi rajzfilmes műfajt, ami ezután jött. Amit tök sokan szeretnek, ugye a Family Guy, és akkor még van pár... Spongyabob is talán ezután érkezett, nem? Azért biztos, hogy utána jött, de azért a Spongyabob, hát az igen, de az én azért
nem is tudom, én karcosságában mindenképpen jóval lejjebb teszem, mint a South Park. És akkor van még ez a ló vagy lófejű valami, amit... BoJack Horseman. A BoJack Horseman, amit tudom, nagyon szeretnek, stb., de én már nem tudom, a műfajokban már nem tudok befogadni többet. Én tartalékom a rajzfilmes műfajokat majd a gyereknek, hogy vele tudjak még rajzfilmet nézni, úgyhogy az már kimarad. Figyelj, és tök jó, még Bognár Bélától elkezdtem egy kommentet olvasni, és nem fejeztem be, mert hogy ő írt ilyen tök jókat. Van benne valami. Mint vetél. Mi van a függöny mögött? Igen. Szerencsekerék, mindent vagy semmit. Kérdez, felelek. Ezek, én imádtam a Vetélkedőket gyerekként. És akkor az nem ez a fajta, hogy mondjam... Nem volt annyira nem, alpári és gagyi, igen, nem alpári, alpári showműsor, ami Vetélkedőnek volt átszázva, hanem tényleg Vetélkedő volt, tényleg releváns és nehéz, de érdekes kérdésekkel, és okos emberek játszották, igen. És nem celebeket kellett behívni. Hát tök érdekes, amit mondasz, hogy mennyit változott ez. A hétköznapi ember be tudott menni, és mit tudom én, Kovács Gyula vagyok, gépészmérnök, vagy postás, nyerek 25 vagy tanárnő. Milliót. Igen, és ott áll, és pontosan tudja, igen. Hogy nem tudom a... mit tudom én, Fibonacci számsorozatból gyorsan mond el 5 másodperc alatt az első. Egyébként tök érdekes, hogy mennyire ennek az időszaknak voltak ezek a formátumai, és tényleg, ahogy mondod, így a 2000-es évek után volt egy nagy mélyrepülése, tehát nem is láttál. Mert hát ezeket hol látod? Nem nagyon működik neten. Tehát azért legyártani egy... Szóval attól működik ez, hogy bemész, stúdió, be van világítva, effektek vannak, ugye ennek az effekteknek hatnia kell az ott ülőnek. Szóval alapból, ha te azt érzed otthon, mint néző a bemelegítő kérdéseknél, hogy de hülye vagy, miért nem tudod, az tök jó, miközben ugye azt a tévénéző nem érli át azt, amit ugye annak az embernek órákat vár, mi elkezdődik a felvétel, egy nap több felvétel van, hülyére világítják, direkt kényelmetlen székre ültetik. Szóval megvan ennek a kis hátsó, tehát ez ilyen backstage sztória, hogy hogyan kell felépíteni egy showműsor. És ezért nehezen működik ugye neten, mert drága. Tehát az a helyzet, hogy azért felépíteni egy díszletet, egy karizmatikus műsorvezetőt alkalmazni, több kamerás plánokat, stb. Ez egy nem egy olcsó műfaj. És meg lehet nézni, hogy hogyan működik mondjuk, amikor megpróbálták netre vinni ezt a honfoglaló, nem tudom micsodát. Szóval minden tiszteletem azért, hogy ezt megpróbálják, de szerintem már a tévében sem működik, szóval ugye ez egy netes formátumként indult, hogyha ismeritek, nyilván ismeritek a formátumot, aztán csinálták tévébe egy szemmel látható költségvetéssel, és majd átment a netre egy szemmel, úgy tűnik nem annyira látható költségvetéssel, egy tök oké, de hogy azért nem azt hozza, amit mondjuk így megnéztek egy Jeopardit, vagy egy mindent, vagy semmit, vagy egy... Szóval hogy azért ezek látjátok, ezek drága műfajok. És milyen érdekes, hogy amit mondasz, hogy ez a tudás alapú dolog, az ma már ilyen harsányság alapúvá változott, ami egyrészt számomra tök érdektelen, aki meg szereti, az meg úgy látszik, hogy kikapcsolódni ezzel lehet. Szóval tök nagyot változott ez a formátum. Jó, és akkor igazából az a helyzet szerintem, hogy még most kezdhetnénk el beszélgetni a valóságsókról. Úristen, tényleg. Az mennyi? Az 96 volt? Az első? Mi az a beköltözős villás balhé volt az első? Nem. Szerintem nem a izé volt az első? Nem a való világ. Nem a való világ volt az első? A Big Brother volt. Nem, lehet. Nem emlékszem. Big Brother magyar. Hát ott volt az, amikor először eszmélt a társadalom, hogy úristen, mi folyik a televíziózásban. Igen, de hogy azt akarom mondani, hogy... Egyébként már... én mondtam, tehát, hogy ez a sátán. Akkoriban hagyta el a mondat az ajkamat, hogy hát hiszen már tartalomgyártással akartam foglalkozni, messze, sőt foglalkoztam is valamilyen szinten, és azt mondtam, hogy én a tévék sírján táncolni fogok, mert ez akkora fos, ami ott zajlik. Figyelj, 2002, és igazad van, mert hogy ugye a Big Brother 2002. szeptember 1, TV2, és a való világ az 2002, nem láttam, hogy mikor indult, ugyanúgy egyszerre indították mind a kettőt, és hát ugye itt az volt a durva. Nagy dobás, hogy ez egy formátum volt, amit megvettek. Szeptember 11 volt a való világ 1, tehát szeptember 11 való világ
és szeptember 1 Big Brother, tehát csak... Akkor rávertek. Csak egy héttel. Hát nyilván már ott is ment ez a adókapok, ami azóta is zajlik. Az volt ugye talán a nagy dobás, hogy ugye a Big Brother az egy kényelmes, megvásárolt MTMSB-es talán, vagy nem tudom mi volt formátum, amit vettek. Endemol. Endemol, és a való világot meg nyilván... Lemásolták. Hát valahonnan, nem tudom. Itt kaptuk meg nagyon Árpa Attilát, nem? Tehát, igen. Hogy ő itt lett... az akkoriban magát Médiapunknak nevező tartalomgyártó ember. Nem tudom, mit akarsz ezzel mondani, de... Borult virágjába. Nem tudom, az tudom, ez semmit az égvilágon. Ami nagyon érdekes időszak volt, mert neki az édesapja a Árpa József, ugye a TV2-nél volt. Igen. Első ember, vagy hát ilyen első közel, nem tudom, hogy ő volt a csatornán, nem emlékszem pontosan a pozíciójára. Ugye a fia, az Attila, meg ugye az RTL-nél felett gyakorlatilag az ászlós hajó műsorért. Szóval ebből is látszik az, hogy amikor arról beszélünk, hogy mekkora verseny van, az sokszor így tökre megmosolyogtató. Szóval csak azt akarom mondani, hogy már egy órája beszélgetünk, és még csak most kezdődne a valóságsók. Hát most gázolunk bele a szarba gyakorlatilag. Igen, nem. Meg készültek a saját jól. Gyártású sorozatok barátok közt jóban rosszban. Meg figyelj, azt akarod ezzel sugalni, sátáni hogy módon, hogy legyen egy harmadik rész, ahol eljövünk a mai napig, mert az a jó benne, hogy én halálkomolyan mondom, hogy úgy érzem, ez az időszak, ahol ugye szétomlott a dolog tematikus csatornákra, szerintem ez az időszak, amikor elkezdett az a mondat egyre többször bizonyos beszélgetésekbe felmerülni, hogy én nem nézek tévét, csak élet és irodalom előfizetésem van, és ha a tévét bekapcsolom, azon is csak a medzó megy. Igen. Tehát, hogy így lett ez a eltartott kisújú, hozzáteszem, tök jogos attitűd, mert tényleg szemét folyt a tévékből. Igen, bár a... még ez az az időszak, szavadat ne felejtsd, amikor a National Geographic-ot, ha nézted, vagy a Discovery-t, nem csak ismétlés ment 0-24-be, szóval valamiért így tök jó tartalmak jelentek meg, és eljönnénk a mai napig, szóval szerintem van egy ilyen lefele tendáló ív ebben az egészben, és talán olyan, mint hogyha, és azért ugye itt most már készültek tök jó sorozatok itthon, és akár jó tartalmak is. A világszinten is, meg itthon is, most már ugye, amit mondtál, most jövünk ez a lassú mocsárba kell. Igen, elkezdünk a mocsárba, és jövünk ki belőle talán. És jövünk ki belőle a jó sorozatokkal, meg a jó műsorokkal. Írjátok meg, mert azért szerintem, ha érdekeltiteket a harmadik rész, az egy kifejezetten érdekes harmadik rész lehet. Én éreztem most ezt egy picit, tehát tényleg ezt a mocsárban gázolást érez. Azért nem akarnék ugye? Most belemenni, így egy óra tök jó beszélgetés után most elkezdjünk a valóságsókról beszélgetni, amihez őszintén most nincs hangulatom, mert olyan jó kedvem van, és nem akarom, hogy elmenjen az életkedve. Na jó, de annak a vége tényleg én azt látom, hogy viszont a minőségi sorozatok, és eltolódik a igen. Hang, aminek egyébként majd a negyedik része, nem tudom mikor gyártódik le részünkről, mert most meg azt látod, hogy tehát itt fölmerül a kérdés, most mi lesz a sorozatgyártásokkal? Mi lesz a nagy hollywoodi produkciókkal, így a Covid miatt egész egyszerűen, hát hiszen látjátok, az összes bemutató gyártás minden nagyon durván tolódik. Uh-huh. Miközben az emberek otthon ülnek, és kéne adni nekik valamit. És adnak is. Szóval az a durva, hogy készül közben, amikor a Netflixet megnézitek, csak tök fura, hogy az lett nekem ugye most a Jézus Krisztus a megjelenése a gamingben, az ugye a Microsoftnak ez az előfizetéses rendszere tűnik, hogy most ettől kell mindenkinek rettegnie, mert közben meg a per értékesített játékárak az egekbe fognak kilőni, különösen azokban az országban fájdalmas ez az eleve nagyon. Mondjuk a valuta az nem korrelál azzal, ahol a fizetésekkel megfelelően. Tehát, hogy az az előfizetéses modellre nagyon ráerősít egy olyan cég ma a világban, akinek erre úgy tűnik, hogy szinte végtelen pénze van. És ott van a Netflix is, akinek a CEO-jának volt pár hónapja egy szerencsétlen mondata, hogy hát végülis nem van szar ez a Covid, valakinek szar van, akinek nem. Ugye utána szétszették a csávot Twitteren, hogy hát ezért kapjál a magadhoz haveré. Örülünk, hogyha jól megy a Netflixnek, de hogy azért vannak más szempontok is. Nyilván elnézést kért meg blablabla. Bla, bla. De közben meg én azért azt látom, hogy Netflixen az a tartalom, és ez is érdekes lehet, hogy majd ezt írjátok le. Szóval az igazán jó tartalom, amire azt mondom, hogy hát nem tudom.
Én mostanában doksit nézek, néztem a Netflixen, és azt látom, hogy ott is van egy ilyen gyártási kényszer. Szóval, hogy kerüljön ki, menjen ki, toljuk ki, legyen ott, jelenjen meg, mert kell az új tartalom. Szóval, hogy valahol ez lehet majd egy ilyen negyedik rész, ami hogy megyünk bele az időbe, majd ez is kikristályosodik. Ezzel az én csak doksit nézek Netflixen, azért kicsit olyan vagy, mint a Medzót néz. De nem az én tökre... figyelj, vála, olyan engem már nem érdekel, tehát oda kategorizál mindenki, hova akar. Azt én leszarom, hogy hanem én néznék más, csak néztem ezeket a jött ki film, mondjatok ti is, így belenézek ilyen filmbe, ott van a Charlize Theronnak egy új akciófilme, de mindegyik ez a ha pontoznom kéne 1 és 10 között, ez az 5 egész valamennyi, szóval hogy ez, erre én már nem akarok időt, mert és megnéztem egyet, bevá, Chris Hemsworth, hogy hívják? Az Extraction. Az a Chris Hemsworth-ös nagy akció. Amint egy operatőr csávó rendezett, és kameramunka benne, van benne pár olyan kamera, azt mondja, esküszöm a bírólokat megnézni nektek, Extraction, nézzétek meg, ha érdekel, hogy a bírólokat megnézni a YouTube-on, hogy ő hogyan csinálta egy-egy snittet, hogy vettek föl, 100-szor érdekesebb, mint a film, ami komolyan mondom, hogy egy rakásszal. Rossz? Nem rossz. Nagyon hosszú. Minek? Majdnem 2 óra. Aha. Meg a minek. Tehát semmit nem kapsz benne olyat, ami... És ezt úgy hangsúlyozom, én ezt úgy mondtam, hogy erre úgy nézem meg, ezt majdnem azt mondom, hogy úgy ülök be. De hogy úgy nézem meg ezt a filmet, hogy csak ki akarok kapcsolni, lövöldözzenek, tök jó lesz. De hogy még arra se, erre ne áldozzatok időt, mert rossz. Uh-huh. Szóval én ebből azt látom, hogy inkább ebből a közép kategóriából van nagyon sok a Netflixen. És akkor van pár, ugye, amiről beszéltünk, hogy ott van a Michael Jordanről szóló doksi, ami viszont látszik, hogy az egy míves munka. És most megnéztem egy, a doksik között is van American szar. American Factory, az tök jó. Azt mondod, az nagyon jó, azt érdemes. Na, arra ránézek, én azért akartam mondani ezt a Social Dilemma, vagy most valami ilyesmi. Nem láttam. Hát szerintem ne nézd meg. Nem? Annyira gyenge, annyira tőlem odaülhet a korábbi vezető technikai ember, és elmondhatja azt, amit egyébként is tudunk. Szóval nem hangzik el benne olyan, és én értem azt, hogy bizonyos problémákat mantrázni kell ahhoz, hogy a társadalom bizonyos rétegébe is megüljön a kérdés, hogy most van-e értelme, hogy... De ezért nem törölsz le appot a telefonodra, meg ezért a sorozat miatt nem fogsz kevesebbet használni. Szóval hogy nem értem, hogy kinek szól, meg minek. Szóval szerintem nem jó. Mert azt akarták volna, hogy egy nagy rétegben eljusson, az nem elég érdekes. A szűk réteg meg eleve tud ennyit arról a témáról, vagy erről a témáról, nem mond semmi újat. Szóval szerintem nem jó. De még ott van az Icarus, ami tök jó, az a biciklis doppingos, az egy fantasztikus. Az jó, az doksi okay, film, na, igen. Meg a Game Changers, az vagy bejön valakinek, vagy nem, ami arról szól, hogy igen, tudom. Full világbajnok, igen, olimpiai tudom. Bajnok élsportolók nem esznek húst már 1000 éve, és jobban teljesítenek, mint azok, akik igen. Igen. És hogy ez nem kiragadott példák, hanem vannak benne tök jó kutatási eredmények, stb. Én, ez már a sokadik adás, különböző helyen elmondtam, hogy azért fenntartásokkal kezelem azt a filmet, de tök jó ilyen gondolatébresztő. Ennyi, hát ez a lényeg. Ez a lényeg, pontosan nem kell elfogadni mindent úgy, ahogy van. Na, figyelj, akkor azzal a mondattal zárnám ezt, hogy akkor... Írjátok le kommentben, hogy szeretnétek a harmadik részt, mert szerintem tök jó lenne. Nem akarunk. És mindenki megírja, hogy nem akar, akkor se csinálunk. Hát akkor nem csinálunk. Akkor mi beszélgetünk erről. Illetve ez volt nekem is a kedvencem, ez a senki nem nézi a valóságsókat, de mindig mindenki tudta, hogy mi történt benne. Ez így van. Ennyi. Hát meg sztárokat kaptunk tőle, Imi, hát ez ne hülyéskedj. Hát egyik top number van műsorvezetőnk, az onnan jött egyébként. Tehát, hogy az óriási hatással volt a hazai, aztán későbbi média életre a valóságsók, és ráadásul a mai napig mennek. Thank you.